Szeretettel üdvözöllek titeket. Óriási öröm és nagy megtiszteltetés, hogy ennyien itt vagytok. Nem leszek nagyon hosszú, de régről kezdem, mert az én saját élményem szerint én csak járok egy utat, és időnként mesélek erről az útról, és az az élményem, hogy időnként, amit én mesélek, az rezonál másokban is, vagy másokkal is. És gondoltam, hogy bármi is jön most, mert egy új korszakot kezdünk, én a magam részéről és néhányan, akik ebben segítenek mindenképp, kezdünk a mai nappal, de bármi is jön, azért talán úgy érthető igazán, ha az látszik, hogy honnan jön ez az egész. Úgyhogy az eleje kicsit személyes, nem nagyon, nem kell tőle tartani, de egy kicsit egy ilyen áttekintéssel kezdődik, hogy így indult. Én ma vagyok ugye 40 éves, tehát ez november 15-én születtem 74-ben, és akkor itt vagyok 8 hónapos, és nekem ilyen fantasztikus gyerekkorom volt. Tehát ez a lenyűgözően tökéletes gyermekkor, így visszatekintve. Nincsenek szörnyű emlékeim, nem emlékszem nagy megrázkódtatásokra, egyszerűen csak arra emlékszem, hogy én így jöttem, megérkeztem, engem fogadtak, szerettek, én ebből kifelől így hittem és bíztam, én elhittem, hogy én lehetek, nekem van helyem itt a nap alatt, és hogy szabad csak önmagamnak lennem. És akkor így ezzel a lendületen így belevágtam az életbe, és már korai fiúkoromban az jellemző két dolog, ezek ilyen gyerekkori képek, két dolog jellemző, az egyik az az, hogy amennyire tudom, vagy visszaemlékszem, vannak ilyen magamba fordult pillanataim, ez látszik a bal oldalon, és a jobb oldalt meg kifejezetten vannak olyan pillanataim, amikor így mások felé jelzem, hogy mit kéne szerintem. És ez ugye, aztán utána az első 30 évben ez inkább arról szólt, hogy én mit akarok. Ez régen volt ez a kép nagyon, talán látszik is. Vállalkozásom volt, és az egész arról szólt, hogy én mit akarok, én hogy leszek sikeres, és ez a mutatás ez úgy nézett ki, hogy emberek, erre menjetek, én ezt akarom, és majd én tudom helyettetek is. És akkor ez eljutott engem például egy számítástechnikai magazinnak a címlapjára, ez az a fénykép volt, ami látszólag a vállalkozási időszaknak, meg az én vállalkozói koromnak a csúcsa volt, de valójában meg talán látszik a képen, hogy mennyire nincs jól az ember. Én ezt azóta tanultam, hogy fotókon látszik, vagy az emberre ránézve is látszik, de a fotó az rögzíti a pillanatot, és szerintem ez a kép azért is nagyon érdekes, mert nagyon jól látszik az, hogy sikeres, talán, mert hát egy címlapon szerepel, de nincs jól ez az ember. Ebből aztán utána következett az, hogy összeomlott az egész, ez a vállalkozás, nem az volt, hogy én megvilágosodom, és elengedem, és tovább lépek, hanem így rámomlott, mert nagyon önző módon csináltam, nagyon önközpontúan rándult az egész, és akkor ebből egy egészen új poláris ellentéte, egy következő korszak kezdődött. Ezt az elsőt szeretem az önző hernyó korszaknak hívni egyébként így visszatekintve, hogy én vagyok, én megyek, én magamért megyek, én bárkin át megyek. Ez volt az első 30 évem röviden összefoglalva. Beleértve egyébként a hozzám közel állókat is. Tehát szerintem a családomnak vannak erről emlékei, meg egyébként sokaknak még a közönségben, hogy így megy, és csak saját maga érdekli, semmi más. Ezzel eltelt 30 év. És aztán utána az egész ez összedőlt. Nem azért, mert okos voltam, hanem mert rámomlott. Mert annyira önközpontúan és önzőn csináltam, hogy idő után ez már nem működött, és akkor ebből jött egy egészen ennek a poláris ellentéte, amit egy képpel próbáltam megfogni és kifejezni, ez volt a következő korszakom. Ugye ez, csak hogy így a részleteket kiemeljem, egy táj halásznadrág van rajtam, cipő az nincs, mert az a bicikli csomagtartóján van, mert minek cipő a városban. Egyébként árvíz idején az a pesti alsó rakparton biciklizem, természetesen a vízzel szembe, mert hát miért hátvízzel, tehát belepusztulok majd az erőködésbe. A póló az fehér báránya, köztük egy fekete, és tehát hogy szerintem látszik, hogy a srác az egyáltalán nem sikeres, tehát annak nem lehet mondani, de lehet, hogy jól van. Ez volt a következő korszak, hogy a srác így, hát jól van, és senki nem érti, mit csinál egyébként, vagy miért csinálja, vagy hova tart ezzel, amit ő egyébként így csinál. De lehet, hogy jól van. És ezt hívom így utólag a báv korszaknak, mert így befele fordultam, és elkezdtem csak azzal foglalkozni, hogy engem eleinte azt foglalkoztam, hogy én mit akarok, én hogy leszek sikeres. Egyszer tartottam erről egy előadást, amit aztán sokan megnéztek, ami arról szólt, hogy pénzt akartam, mert sikert akartam, mert nőket akartam. Erről szólt az előző kép. Ebben a képben meg egyszerűen csak magamat akartam felfedezni, és ez az időszak az erről szólt, hogy akkor így ki vagyok, nekem mi öröm, nekem milyen vágyaim vannak, mi ebből, amit már megtettem, mi az, amit meg kéne tegyek, mi az, amit megtehetek egyáltalán. Az, aki én vagyok, az hogy kapcsolódik a világhoz? Itt van ez a többi ember, a tömeg, ugye sok-sok ember, és ki vagyok én hozzájuk képest. Úgyhogy a
második korszak az egy ilyen befele mélyülő, de önmagam egyre inkább felválló korszak volt. Egyébként úgy, hogy mindeközben a világgal a hagyományos értelembe vett kapcsolataim azok szinte megszakadtak. Tehát, hogy én hogyan élek meg, vagy a régi barátaim, vagy a családom érti-e, hogy én mit csinálok és ki vagyok, az így ellebegett, ahogy ellebegedett így a távolban. És akkor így jött nekem tapasztalatom két végletről. És mindjárt elérkezünk a könyvhöz, csak hogy erről szól a könyv. A két véglet ilyen értelemben az önző hernyó és a befele forduló báb. És utólag azt látom, visszatekintve kicsit, hogy ez szükségszerűen volt így, nem is nagyon lehetett másképp, mert érkeztem valahova az életbe, ott valamilyen környezetben, valamilyen képességekkel kezdtem cseperedni, és értelemszerűen mintákat kaptam. Mintákban nőttem föl azoktól, akik egyébként nagy szeretettel engem körülvettek, de hát ők konkrét emberek. Nem univerzálisan tökéletes emberek, hanem konkrét emberek, akik konkrét módon viszonyultak hozzám, és ebből nekem lett egy valamilyen személyiségem. Azt gondolom utólag, hogy szinte mindegy milyen. Az enyém pont ugye az ilyen lett. És ez nagyon jó utólag, hogy ez ilyen lett, mert elképesztően nagyot lehetett bele bukni. Tehát ennek az a nagy értéke, hogy ebből egy nagyon nagy átváltással egy egészen nagy mélységbe lehetett lejutni. Tehát ez a nagyon sikerorientált, nagyon akar, az így összetört és befele fordult egy ponton a személyiség, és akkor ebből lett ugye ez. És az izgalmas az, hogy én nem találtam meg a boldogságomat egyik korszakban sem. Tehát az első ugye vállalkozóként látszólag nekem állati jó volt, mert kétüléses, nagyon erős sportkocsi, nyitható tetővel és csinos nők, és látszólag gyöngyélete van a srácnak, de hogy én tudom, mert én benne voltam, és a kép is mutatja, nem voltam jól ebben. És a második korszakban meg élem a világomat, és csinálom, amit akarok, és utólag, ugye akkoriban azt gondoltam, hogy én most megvilágosodtam, és utólag látom, hogy nem egyáltalán, hanem csak ilyen nagyon öntörvényűbe váltottam, és csak azt tettem, és semmi más nem tettem, mint ami az nekem épp kedvem van. És utólag ezt ilyen öntörvényű korszaknak hívom, és azt tanultam, hogy én a világgal harmonikusan, úgy, hogy nekem ebből boldogságom legyen, illetve a környezetemnek ebből boldogsága legyen, nem tudok se úgy kapcsolódni, hogy elképesztően önző vagyok, és csak magamért megyek, a saját kis sikeremért, és úgy sem, hogy elképesztően öntörvényű vagyok, és csak magamra figyelek. Tehát, hogy valahogy én azt tanultam mindezek évek alatt, hogy így kezdenem kell valamit magammal. Tehát, hogy jópofa, hogy én itt vagyok, jópofa, hogy tanulok, de hogy én végül a világgal kapcsolódni csak úgy tudok, hogy mit adok én ahhoz hozzá. Azt tanultam, hogy úgy nem tudok kapcsolódni, hogy mit tudok elvenni. Vállalkozóként én elvenni próbáltam, vagy az önző hernyóban. És aztán ebben a báb időszakomban meg elvártam, hogy kapjak. Mert hogy én ilyen milyen jó srác vagyok. És akkor engem így lehet szeretni, meg kényeztetni, meg gondoskodni rólam, meg fizetni a vacsorámat, mert pénzem sosincs. És így ez volt az elvárás. De az derült ki, hogy mind a kettő egy ilyen gigantikus ego korszak volt. Az egyik arról szólt, hogy fú a vállalkozás, és fú a siker, és a másik arról szólt, hogy fú a megvilágosodás, fú a zen, meg fú a vallás. És utólag jöttem rá, hogy először ego projektet abból csináltam, hogy én meggazdagszom, és aztán ego projektet abból csináltam, hogy én megvilágosodom, de egyik se vált be. Végül valahogy így a következő az ez volt, tehát hogy egy ilyen nagy-nagy sötétség volt. De tényleg, tehát egy ilyen egészen észbontó sötétségnek az alján ülök én ott, azt hiszem, hogy én milyen jó srác vagyok, de igazából már nagyon ciki, hogy folyton meghívnak vacsorázni, meg az édesanyámnál lakom meg, szóval, hogy így, már így, ez így nem fenntartható, miközben hú, de jó srác vagyok. És aztán ebben nagy-nagy sötétségben így megjelent egy ponton egy ilyen fény, egy kicsi fénypászma egyébként, és akkor elkezdtem közelebb menni, és akkor megpróbáltam belenézni, hogy mi is lehet. És azt láttam, hogy van benne valami, találtam valamit, amiről úgy éreztem, hogy engem ez lelkesít. Hogy én ezt így szeretném csinálni. Nem tudom, hova vezet, nem tudom, mi lesz belőle, de engem ez az ügy, ez lelkesít. És én ezt akarom. És én ide datálom az életemnek egy ilyen következő korszakának az indulását, hogy egyszerűen csak így elkezdtem beleállni abba, ami engem úgy lelkesít, hogy azt érzem, hogy azzal én értéket adok, azzal én valóban kapcsolódom a világhoz, azzal én valamilyen mód dolgot, valamit teremtek, ami másoknak hasznos. És amiben másokkal együtt tudunk dolgozni. És akkor ebből közelebb menve kiderült,
ez egy szívesség netnevű internetes oldal lett, ami 6 évvel ezelőtt indult. Ez egyébként a logója, ami egyszerűen csak arról szól, hogy bárki bármilyen szívességet felajánlhat és kérhet. Tehát, hogy így lehet jönni, regisztrálni, és bárki bármit szeretne, felajánlhatja azt, vagy kérhet, amit épp szeretne. És ebből csomó nagyszerű történt lett az elmúlt 6 évben. Mert emberek kapcsolódtak, mert emberek jöttek. Azt hiszem, ide tettem egy ilyen kis videót, ami bemutatja, hogy mi is ez. És olyannyira megvalósult, ez a videó is úgy készült, hogy jöttek emberek, hogy ők segítenének, és őket ez lelkesíti. És ugye utólag jöttem rá, hogy persze a gödörbe esett srác is én vagyok, tehát hogy nem arról szól, hogy én így bárhol tartanék ezzel. Meg nyilván szembesültem a saját kis megalomániámmal, hogy azért az egész világot telepöttyöztük zöld szívekkel ott annak a videónak a végén, mert hogy azért már így növekedjünk is. De mindegy, a lényeg, hogy lett valami, amiben én értelmet találtam, és megélhetést nem. De értelmet igen, és nem csak értelmet, nagyon érdekes, hanem azzal együtt, hogy elkezdtem valamit csinálni, tényleg így beletenni a munkámat és csinálni, ott embereket is találtam, társakat. Azt tanultam itt, hogy az ügy, a közös ügy, ami minket lelkesít, akkor is, ha idealisztikusan kibillent még, de az mégis az összehoz embereket, hogy van valami, ami így minket így együtt lelkesít, hogy mi ezt szeretnénk csinálni. És aztán utána ez megtetszett nekem, hogy így csináljunk ilyen dolgokat, ami minket lelkesít. Újabb ötleteim támadtak, egész egyszerűen. Ez a következő szimbólum, ez egy Sherpa szolgálat. Köszi a türelmet, hogy ezt így elmondhatom, mert úgy érzem, hogy fontos azért a könyvhöz, tehát majd eljutunk oda is nem sokára. Ez egy Sherpa szolgálat nevű internetes oldal, ami arról szól, hogy gyere és oszd meg azt a tapasztalatodat, amint te személy szerint már átmentél. Mert én azt tanultam, hogy én a legtöbbet emberektől, olyan emberektől kaptam, akik átmentek nagyon hasonlóan. Akik voltak ilyen rettentő depresszívek, vagy voltak nagyon arrogánsak, vagy voltak sikeresek és buktak, mindegy. De hogy azt tanultam, hogy lehet, hogy a legtöbb, vagy az egyik legtöbb, amit tudunk egymásnak adni, az az, hogyha a saját személyes tapasztalatainkat, amin már átmentünk, hozzáférhetővé tesszük. És azt látom, hogy mindenkinek van mit. Mindenkinek van mit adni, mindenkinek van mivel mentorálni, mindenkinek van mivel rendelkezésre állni, hogy mindenki vagy bárki lehet serpa, csak a bátorságon múlik, hogy merem-e megosztani azt, amit én tapasztaltam, és nem is azt, amit tanultam. Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy az, hogy ti ma itt vagytok, az én élményem szerint nem azért van, mert én nagyon okosakat tudok mondani arról, hogy én mit tanultam, hanem az élményem szerint sokkal inkább azért van, mert próbálok őszintén vallani arról, amit én tapasztalok, és amilyen élményeket az bennem egyébként kivált, ugye ez a blog az erről szól. Gyorsítok, aztán utána ez a kék pillangó, ez az elmondom, ahol egyszerűen csak elmondani lehet. Bármit, amit nincs kinek, elmondj. Akár álnéven, név és arc nélkül, interneten, írásba, egyszerűen csak letenni, mert egy csomó mindent hurcolunk, vonszolunk, cipelünk, szakadunk meg alatta dolgok, amit kimondva jobban lehet feldolgozni. Ugye, én ezért írok. Én így kezdtem írni, ez ha már itt könyv miatt állunk. Én úgy kezdtem írni, hogy 9 évvel ezelőtt, amikor ott épp összeesett minden, és a nagy sötétségbe ültem, akkor nem volt kinek elmondjam. És én azzal az arrogáns, pölcs akkori énemmel, akkoriba voltam, nem mertem embereknek elé őszintén kiállni, barátoknak mesélni erről. Nekem ahhoz volt csak erőm, hogy egy név és arc nélkül titokban egy internetes fórumon kezdjek el kiállni és beszélni arról, amik nekem a problémáim, a titkaim, a gondjaim, a válságaim, a bármi.
És elkezdtem írni, és így lett erről élményem, hogyha én merek őszintén írni, akkor is nem találkozom a másik emberrel, hogyha ő, ha én megmerem magam őszintén nyitni, nem az okoskodásomat, hanem a pillanatnyi helyzetemet, az emberségemet. Ha kimerem az emberségemet tenni, annak olyan ereje van, hogy az automatikusan nyit meg másokat. Hogy az vonz más embereket. Hiába akartam én, mint értékesítő a vállalkozásom idejébe eladni, ott csak elvenni tudtam a mindenségtől. Ezzel szemben, hogyha merem megmutatni, ahol én vagyok, aki, tehát így széttépni szinte, aki én vagyok, annak van egy ilyen egészen mágikus, szinte túlzó vonzere egyébként, mert ezt is gyakran látom, hogy időnként ez sok. De másrészt meg fantasztikus önterápia. Az írás. Ugye én, mint mondom, ezért írok. Részben azért, mert ahogy írok, kimondom, feldolgozom. Amint írok, az a folyamat mindig tovább visz, mint ahonnan elkezdtem, mint ahol én elkezdtem írni. Tehát mindig tovább jutok, pusztán az írás egy ilyen linearitást ad neki, és olyan, mint egy ilyen lavina, hogy én egy hógolyót kezdek így az írás által, egy hógolyó gondolat a fejemben, amit én elindítok egy lejtőn, de mivel elindítom, mivel ennek időt, figyelmet adok, tovább görög. És tovább jut, és egy nagyobb hólabda, vagy akár egy lavina lesz az én kis lelkemben ebből, és egész döbbenetes megértések és felfedezésekre jutok, pusztán csak azáltal, hogy merem megengedni az írás folyamatát. És ez szabad név és arc nélkül, és egyáltalán nem ciki, egyszerűen csak merni és mondani. Nem kell, nyilván, tehát én ezt senkinek nem kötelezek én senkit erre, csak ezt tanultam, hogy ez egy óriási dolog, amit adhatunk, és nekem nagyon hasznos volt. Sokkal hasznosabb, mint sok minden más, amit próbáltam, mint ilyen önismereti, vagy önfejlesztési, vagy terapikus, terapeutikus, vagy majd valaki megmondja, hogy kell mondani, szó. Tehát, hogy nekem egy nagyon, nagyon erős tapasztalat volt ez, hogy igazából csak az én bátorságomon múlik, hogy én hogy tudok haladni az életemben, azon, hogy merem-e felvállalni azt, ahol tartok. Beleértve azt, ami engem frusztrál, de beleértve azt is, amit én esetleg szeretnék. Hogy őszintén merem-e magam megmutatni, azt itt tanultam, az írás által. És gondoltam, mivel ez nekem ilyen élmény, akkor legyen egy ilyen oldal, ahol bárki elmondhatja. Ezért lett elmondom pontnát, és ugye a csoda, hogy ahogy én elmondom, azzal arányban, amennyire merem magam megnyitni, mások arra reagálni fognak, és válaszolnak. Tehát, hogy nekem ez máig lenyűgöző, hogy emberek, igenis vadidegen emberek reagálnak, és kőkemény lényeglátással reagálnak, és tényleg így nekem térden kuszok én előadnom, hogy én mit kaptam emberektől egyébként ezek alatt, az évek alatt így, hogy vadidegenek nekem írtak annak idén a fórumra, aztán írtak, amikor blogolni kezdtem, és máig csoda, hogy kapok tőletek sok értéket így, hogy időnként vadidegenek egyszerűen csak írnak. És ez csoda szerintem, és ezért az elmondomnád szerintem egy nagyon értékes játéktér. Aztán a következő volt, ez egy kard, meg egy pajzs. Azt fedeztem föl megint saját élmény, hogy először, hogy izgalmas, utána meg azt, hogy nagyon értékes az azonos neműek társasága. Tehát, hogy lehet, hogy van mit adjunk egymásnak férfiak. Lehet, hogy vannak hasonlóságaink, lehet, hogy érdemes játszani ezzel, felfedezni ezt, és akkor indítottam egy ilyet, hogy harcosok klubja, aminek ez a kard a szimbóluma, ami nem arról szól, hogy boxkesztyűvel verjük egymást, bár még az a nap is eljöhet, vagy akár boxkesztyű nélkül. Azt nem hiszem, hogy eljön egyébként, tehát nem látom magamat, hogy lenne elég bátorságom hozzá, de tisztelem a harcosok klubja szereplőit meg egyáltalán, hanem ez nem erről szól, ez arról szól, hogy férfiaknak egy olyan kör, ahol azt látom, hogy sokaknak esik most szét a világa, sokaknak vannak kérdései, pláne ilyen 30-40-50 évesen, ki is vagyok, hol járok, egyetem merre tartok, merre megy az életem, az utam tovább, és ehhez a felfedezéshez nagyon hasznos egy olyan műhely, és ez a harcos klub, ez egy ilyen műhely, ahol egyszerűen csak ki lehet állni azzal, hogy nevem, harcom, kihívásom. Így néz ki mindig a harcos klub, így indul. Nevem, harcom, kihívásom. És akkor ki lehet állni azzal, hogy én ez vagyok, és ez a harcom, ahol épp tartok benne, és ebben nekem most ilyen problémáim vannak. És a többiek reagálni fognak. És a szép ebbe az, hogy nem egyszerűen csak megpróbálják megoldani a problémát, hanem sokkal inkább, ugye nem a névnél szoktunk elakadni egymáson, hanem a harcnál. Itt tanultam azt, hogy nagyon sokat tudunk férfiak egymásnak azzal adni, hogy ő kimondja azt, hogy az ő harca ez, mert őt ez lelkesít, hogy a világ legjobb kávézója, és én tudok arra reagálni az alapján, hogy én, tehát lesznek érzeteim, ahogy ő kimondja, hogy neki mi a harca. És meg tudom, és nagyon értékes tükröt tudunk, nagyon értékesen tudjuk challenge-elni egymást. Tehát konkrétan a harcosok klubjában a férfiak a félelmeikkel harcolnak,
És ennek a módja az önfelvállás, amiben a többiek segítenek, de olyan módon segítenek, hogy kihívnak téged. Tehát így kóstolgatnak, próbálgatnak, hogy tényleg, és biztos, és valóban tényleg ez lelkesít, és, meg akar, és ezt akarod meg, és így akarod megcsinálni, és megvan hozzá minden, és biztos, hogy ez nem önbecsapás halogatás, minden, hogy te épp ezt szeretnéd csinálni. Tehát hogy ez lett a harcosok klubja, és a bölcsek közössége, ja, így neveztem el, ez egy női. Itt meg csak az történt, hogy én írom ezt a blogot, és sokat írok arról, hogy a férfinő lehet, hogy különbözik. És igazából mindannak, amit írok, ma úgy látom, hogy a lényege az, hogy a férfi és nő itt tulajdonképpen nincs is. Mármint így, hogy férfi és nő. Én azt tanultam, hogy a férfi és nő egymáshoz képest nem meghatározható, hanem a férfi és nő csak hármasságban érthető. Nekem ez a tapasztalatom, ezért erről írok, és ezért ez van a blogban, meg majd a könyvben is erről lehet olvasni, hogy férfi és nő csak úgy van, hogyha van valami közös tevékenységünk. Férfi és nőhöz kell a harmadik, kell a zene. Tánc akkor van, hogyha van zene, férfi, nő. Ország, királyság, siker, boldogság akkor van, ha van ország, király, királynő. És hogy ezek nincsenek egymás nélkül. Tehát királynő nincsen király nélkül. Király sincs ország nélkül. Hihetném magam bárkinek, de én nem teszek hozzá valamilyen konkrét módon valamit a világhoz, akkor valószínűleg önbecsapásban vagyok a tekintetben, hogy én most tényleg én tartanék ott, hogy én valóban a helyemen vagyok, és az utamat járom, mint férfi. Tehát ezt tanultam, hogy és ugye a csoda megint ebben, hogy a zene az rendez, a zene rendezi a mozgást. Ha táncolunk, ugye egy másik kép ez, hogy azért is kell a közös zene, mert ha az egyik itt áll és rock and rollt hall, a másik meg itt áll és keringőt hall, abból nehezen lesz tánc. Tehát egy férfi és nő csak közös zenére tud táncolni. És ez nem azt jelenti, hogy az egyiknek vagy a másiknak a zenéje. Sokan félreértenek engem, sokan azt gondolják, hogy én arról írok, hogy a nő az szolgálja a férfit. De én nem ezt mondom, én ezt így soha nem mondtam. Én azt tapasztalom, hogy az működik, a közös az ügyünk. Egy nagyobbat szolgálunk mind a ketten, egy nagyobbat funkcionálisan más módon szolgálunk, mert más a képességünk. Az a tapasztalatom, hogy nekem férfiként állandó szükségem van a női bölcsességre olyan tekintetben, hogy tudjak kapcsolódni, el tudjam mondani, mi engem épp foglalkoztat, ami engem épp nyugtalanít, ami nekem épp problémám, kihívásom ma. És arra a nők nem úgy bölcsek, hogy jön és kitalálja a választ, hanem úgy bölcsek, hogy kavarja azt a levest, és én mondom, hogy siránkozom hosszan a nem tudom mit, és akkor így egy fél mondatot mond. Ami az a fél mondat. És én így köszönöm szépen, és mehetek tovább. Ő a levest kavargatta. Tehát egy nő, amikor nem akarja nekem megoldani, hanem csak megmeri engedni azt, hogy ő spontán így reagál, az lenyűgöző számomra. Én azt tapasztalom, hogy minden férfi ilyen értelemben üggyel terhes, amit meg kell szűrjünk. Egy ponton meg kell majd szűrni minden férfinek. Mi az, ami lelkesít? Az az ügy. Az a dolgom itt a világban, ami lelkesít. És ezt fel kell fedezzem, bele kell majd egyszer álljak. Mondhatni, megszállott minden férfi. Lehet, hogy még nem kezdi el mesélni, de valami foglalkoztatja, amit akar, és most mindegy, hogy az asztalláb csiszolását akarja tökéletesíteni, vagy ő a világ legjobb könyvelőcégét, kávézóját, vagy egyébként ő szakember, és ő nagyvállalatnál akar a világ legjobb jogásza lenni, mindegy, minden férfinek van valami ilyen lelkesedése, megszállottsága, amiben mindig közös, hogy ő hozzá akar tenni kicsit a világhoz. Kicsit újítani rajta. És azt sok nő nem érti, hogy mennyire nagyon-nagyon-nagyon félelmetes újítani. Mennyire elképesztően nagy a világ ellenállása. Mennyire nem akarja a világ, hogy te itt újíts. Nekem évelején volt ez a Nőklapja Café interjú, amit talán sokan olvastatok, vagy nem, ahol csak az történt, hogy egy újságról felfedezte, hogy én itt blogolgatok, és akkor eljött és beszélgettünk. És ebből lett egy interjú, és itt tanultam azt, hogy ez nem ilyen egyszerű. Nem ilyen egyszerű, a világ nem akarja, a világnak fáj a létezés. A világnak sokszor könnyebb engem agyonverni, vagy agyonvágni, vagy megkövezni, mint szembenézni saját magával, a konkrét egyéneknek az épp az adott helyzetben. És ezért egy férfinek, aki a könyvelés technikában azt az egyetlen sort akarja megújítani, mert ő átlátja, ő megvilágosodott, ezt így kéne csinálni, és igenis az egész világ téved, ezt ki kell tudni állni, ki kell tudni, merni kell ezt kimondani, hogy igenis az egész világ téved, mert ezt lehet, hogy nem így kéne. Ezt a pici részletet, mindegy mi az. És hogy minden férfiben ez dolgozik, nem megy a nők nélkül. Másrészt meg azt látom, hogy a nők az itt és most mesterei. A nőknél a bölcsesség. És ráadásul még egy, ami a nőnél van, ami nélkül én nem működöm, az a hit. Én nem tudok hinni magamba. Nem tudok.
én nem látom magamat úgy, ahogy ő belülről kifelé engem lát. Nekem konkrét élményem, hogy részegész viszonyban vagyunk, ahol a férfi kijebb van, a nő beljebb, és a férfi benne áll egy közösségből, többen férfiak együtt valamit csinálnak, és ez mindegy ügy szolgálatában áll, és benne áll a teremtett világban, és így kapcsolódik az egész mindenség össze ez az élményem, de most igazából nem férfinő előadásra készültem, tehát így szerintem erről tudok egy órát beszélni, még csak nyomatékos tényleg szerettem volna, hogy viszont pontosan ezért mi férfiak nem feltétlenül értjük a nőket, mert mi annyira az üggyel vagyunk megszállottak, hogy most én hogyan csinálom, és akkor én, az én könyvelő cégem, az én rendelőm, az én mérnöki cég, mindegy mi, az hogyan lesz jó. Tehát annyira kívül van a figyelmünk, hogy gyakran nem értjük a nőket, és lehet, hogy nem is mindig kell egyébként. Amivel nem azt mondom, hogy a férfi ne foglalkozzon a nővel, csak azt, hogy a férfi, amikor üggyel, terhes, dolgozik, teszi a dolgát, nem feltétlenül van ereje is még arra, hogy ő a nőt értse. És ezért nagyon fontos a nők társasága, a nők közössége, a női kör. A fonó, ha tetszik, ahol nem az a lényeg, hogy ők együtt hímeznek, hanem az a lényeg, hogy megbeszélik. És az a lényeg, hogy ott vannak az idősebbek, ott vannak a tapasztaltabbak. És tudom, hogy mi közöm nekem ehhez, de egyszerűen egy olyan helyzetbe találtam magam, hogy én erről írok, és nagyon rossz, nagyon, egyszerűen azt vettem észre, hogy nagyon sok, nagyon fantasztikus értésű nő van körülöttem, akik megörülnek ennek, hogy én ezt képviselem, pláne férfiként képviselem, és bennük meg ott van az a potenciál, hogy nekik annyira lenne mit adni. És akkor én így ezzel találtam magam szembe, hogy ez így van, és nekem van módom ebbe cselekedni, tehát akkor tennem kell. És ez furán hangzik, hogy egy férfi ilyet tegyen, de elindítottam ezt, hogy bölcsek közössége, ami női körökről szól, ahol nők összeülnek, és nők megbeszélik, meg egyszerűen nők jelen vannak, figyelnek, és anélkül, hogy visszalépnek abba, hogy férfinő szerepekről tartsak előadást, de tényleg nagyon különbözik a működésünk. Meg igazából azt látom, hogy az ügy férfinő hármasságban, vagy a tánc férfinő hármasságban, vagy az ország király királynő hármasságban nagyon más a funkciónk. A király kint van, a király törvénykezik, a király bíráskodik, a király dönt, a király sok mindent csinál, a nő belül van, a nő bölcs, a nő meghallgat, a nő hisz. És ugye a lenyűgöző ebben, hogy nem jelenti, hogy az egyik vagy a másik értékesebb vagy értéktelen lenne, hanem ugye a csoda az, hogy én valakinek segítek, azt úgy is mondhatom, hogy én valakit alkotok, vagy valaki formálódik általam is, vagy úgy is mondhatom, hogy valakit szolgálok, de ezek csak szélsőséges szavak ugyanarra, hogy én ott vagyok, én belül vagyok, én látom őt, én rajta keresztül kapcsolódom a világgal is. És a nő így van belül, és ez nagyon fontos, hogy beljebb neki ott nem a férfi van, hanem nők közössége tudja megadni azt a valódi támaszt, amit egyébként nők sokszor férfiaktól várnak el, és ez sokszor okoz problémákat. Ezek csak ilyen meglátások, nem kell velem egyetérteni, és tényleg nem székfoglalról készültem, úgyhogy megyek tovább. A lényeg, hogy elindult ez, hogy akkor legyenek férfi és női körök. Utána így rácsodálkoztam arra, hogy hát ez nagyon jó, hogy csináltam ilyen játékokat, mert most már van körhinta, meg homokozó, meg tehát ilyen mindenféle játékok már így vannak, mászóka is, és, de hogy akkor ez így mi? Mert hogy halok bele abba, hogy egyszerre több projektet próbálok működtetni. És tapasztalati úton tanultam azt, hogy én nem tudok, én konkrétan vagyok együgyű. Tehát, hogy én nem tudok több projektet szimultán működtetni, nem tudok. Egyszerűen nem megy, mert pusztultam bele abba, hogy a szívességnek van valami baja, vagy a serpa nem működik, vagy az elmondommal mit kéne csinálni, vagy hogy kéne kommunikálni, nem tudom külön. És akkor így, viszont egy nap meg kicsit így kiebb lépve ebből rácsodálkoztam arra, hogy lehet, hogy ez mind egy. Hogy de akkor ez hogy egy? És akkor, mivel épp ebben voltam, hogy én ennyire együgyű vagyok, így rájöttem, hogy akkor lehet, hogy ennek egy ilyen közösséget kéne köré tenni, egy ilyen kertet, és azt így elnevezni valahogy, és akkor ez lett az együgyűek társasága. És akkor ennek meg ez a nagy szimbólum, ami magába foglalja többit, ez a logója, és ez is van egy rövid videó, mert fontosnak érzem, hogy nem tudom mennyire derül ez ki azoknak, akik csak olvasnak, de ezek valódi játékterek, tehát hogy itt több tízezer ember regisztrált a szívességnetre, és több száz ember fordult meg a különböző csoportokba, és itt vannak 20-30-an legalább, akik önkéntesként, meg csoportvezetőként dolgoznak ebben a játszótérben, mondhatnám, hogy ebben a világban, de egy picike világ, de hogy, és akkor gondoltam, hogy szólaljanak meg ők is itt, és készült erre egy videó, úgyhogy akkor szeretettel most ezt is megmutatnám nektek, ez sem hosszú.
például most kiállni, és így magamról beszélni. És tulajdonképpen azzal, amivel ott vagyok a Sherpa portálon, az azok a történetek, amikben nekem személyesen tapasztalatom van. Nagyon jó felismerés volt az, hogy nagyon sok mindent tudok adni. Ez nem kitalált, hanem ez alapvetően belőlünk fakad, és mi ennek adunk egyszerűen csak teret. Sinkó Dániel vagyok. Ez ugye a harcosok klubja. Akkor, tehát, hogy Isten hozott benneteket az együgyűlő társaságához. Mi ezt így játsszuk, de hogy, és ez nagyszerű, de hogy így ki tud erről? Hogy akkor ez így még sincs még kész volt az élményem, mert hogy hát így ez jó, és az is jó, hogy mi ezt így kipróbáljuk, mert egy csomó minden nem volt kész, kicsiszolódott ezáltal, hogy most ezt már játsszuk egy ideje. Ugye az együgyűek társasága havi találkozókat tart, bolondok napján, mert mikor máskor indult, mert április 1-én kell szerintem ilyet indítani. Na és, de hogy mitől fog ez elindulni? Tehát, hogy így, hogy szerez erről bárki tudomást? Volt a következő kérdés. És ezzel párhuzamosan meg, egy ideje már, én ugye írtam ezt a blogot. És ezek ilyen külön univerzumok voltak az én világomban is, hogy én egyébként írok egy blogot, sokak számára én egy srác vagyok, aki egy blogot ír, és esetleg láttak egy interjút, vagy egy másikat, vagy egy előadást, ahol én mesélek férfinő szerepekről, meg ügyről, meg mi lelkesítről, meg hogy igenis van helyed a nap alatt, és föl kéne fedezni. De hogy lehet, hogy ez a blog ez nem a legalkalmasabb forma erre. Mert lehet, hogy egy blog az... Azzal álltam magam szembe, hogy én ezt már írom 3-4 éve. És aki ma érkezik, az azokat a témákat látja, meg engem épp most foglalkoztat. És azok a témák nem feltétlenül azok a témák, amikkel a legegyszerűbb elindulni, kapcsolódni ehhez a világképhez, amit én egyébként képviselek. És egy ideje már többen rágják a fülemet, hogy lehet, hogy akkor talán egy könyvet kéne csinálni, mert hogy a könyv az ad erre teret és módot, hogy az egészet valahogy egy rendszerbe foglaljam, és egy ilyen lineár, megint egy ilyen ívet bejárassunk együtt. És akkor így néztem ezt a logót egy nap, és rácsodálkoztam arra, hogy a közepére mi tettünk egy pontot annak idején. Ez a pont, ez a mindenség, ez a tér, ez a... Ne higgye az ember azt, hogy ő van középen pont, akar lenni ebben a logóban, mert úgy éreztem, hogy ez legyen benne a szimbólumban is. És akkor rácsodálkoztam arra, hogy lehet, hogy ki kell állni azzal, hogy van itt egy világkép. Tehát, hogy lehet, hogy vállalni kell azt, hogy én nem mondom, de én pont hangosítom ezt a világképet. És akkor, ha ez így van, akkor ezt össze kell foglalni, és akkor ebből lett ez, amire már hívtalak titeket, most akkor eljutok végre eddig a könyvig is, hogy eddig ebből lett ez a könyv. Ez a könyv, ez nagyon érdekes. Most azt hiszem, hogy ezt így le kéne leplezzem. Nem gondoltam ezt így végig, hogy ez hogy lesz. Tehát akkor ez egy kupac könyv, ha valaki nem tudná, de még lehet, hogy csoki lesz, mert valaki meg akar engem viccelni. És így, és akkor így... Hú! Nagyon kedves, hogy tapsoltok, mert rettentő rosszul esett volna, ha nem. Így reméltem. Na, tehát, az van, kinyitok egy ilyen pakkot. Az első Már elajándékoztam, Péter. Már körülbelül 9-nél tartok, amit... Tudod, ilyen szülők, meg szóval ilyen fura... Igen. Szóval az lehet, hogy készült ez a könyv. És így néz ki, de majd mindjárt lesz nagyobb kép is. És igen, szerintem szép, kedves, hogy valaki ezt így súgja. De most, amit ezzel kapcsolatban el szeretnék mondani, az az, hogy,
hogy ez nem úgy volt, hogy én leülök, és én tudom, mit akarok írni. Hanem ez úgy volt, és hogy én leülök, és tudom, hogy írnom kell. Talán sokan ismeritek ezt az élményt, hogy ez nagyon más. Más az, hogy leülök, és tudom, hogy pontosan ezt fogom megcsinálni pontról pontra, és más az, hogy van valami, ami nekem most a dolgom, és nekilátok. És ugye ez azért izgalmas, mert a nekilátás által fedeződik föl. Tehát, hogy ha bárki nekem előre mondja, hogy ezzel ugye mennyi munka van, meg mennyi, tehát hogy egy csomó minden, amit így nem tudok, de ugye ha tudtam volna, nem biztos, hogy belemerek állni egyáltalán ebből, hogy én megcsinálom ezt a könyvet. Tehát, hogy a lényeg, hogy ez így nekem tágan értelmezve egy nagyon erős megerősítése annak, hogy ez valóban így van, hogy az ember gyakran nem tudja. Azt tudja, hogy így el kell indulni, mert most ez dolgom bejárni ezt az útszakaszt, de hogy ott lesz egyébként szikla, meg lesz szakadék, meg lesz vízesés, meg nem biztos, hogy van kidőlt fa, ahol én átmegyek, azt így mind nem tudja. Az se, hogy bőrigázik, és az se, hogy éjjel-nappal dolgozik rajta, az se, hogy feszít a határidő, és az se, hogy konkrétan zokog, mert nem fér bele a terjedelmi korlátba, és mit hagyjon ki. Hogy ezek nekem ilyen élményeim ez a könyvhöz, hogy a blogot akartam felhasználni, de aztán végül az derült ki, hogy nem tudom a blogot igazán, tudom használni, de nem az a könyv. Tehát kellett írjak egy könyvet. És az történt, hogy írtam egy körülbelül 100 oldalas könyvet, ami egy gerinc, ami egy, az én reményem szerint ez az Ego 70 állapota, illetve 77 egész pontosan. Tehát ilyen élethelyzetek. Élethelyzetek, amik, kitettem ide a tartalmi jegyzéket, azt hiszem. Igen, a tartalmi jegyzék az így néz ki, esetleg már láttatok, lehet, hogy nem, de mondom a lényegét. A lényeg az, hogy az első nagy korszak, amit én önző hegyonnak is hívok, az a megfelelés, ami arról szól az én reményem szerint, hogy én. Ugye ezért ez az alcím. Ezen belül, tehát az első nagy főkorszakon belül van három alkorszak. A kezdet, a válság és az összeomlás. Ahogy én így beleállok a világba a mintáim szerint, ahogy ez már így elkezd akadni, mert lehet, hogy mégsem működik, lehet, hogy mégsem ez a dolgom, lehet, hogy mégsem ezekkel, lehet, hogy mégsem itt, mégsem ez, stb. És aztán utána az egész így ráomlik az emberre, amikor a válság után szükségszerűen egy ponton ez összedől. És akkor indul még csak a második korszak. Én ezen a ponton azt hittem, hogy túl vagyok rajta. és megvilágosodtam. De valójában az én élményem szerint, és így ezért ez a könyv struktúrája, jön a második korszak, ami az önközpontúság. Ami arról szól, hogy vagyok. Vagyok? Vagyok-e? Ilyen kérdőjeles. És ennek az alkorszakai az, hogy indulás, mélypont, beleállás. Nem olvasom fel az egészet, csak annyi még, hogy a harmadik nagy korszak meg az önfelvállalás, amikor végül kiállni azzal, tehát, mert ugye a csoda az, hogy a bába az ember talál valamit, de az így össze van gyűrődve, és nem tudja mi az, és első hátán van, nem látja, nem fér hozzá, tehát hogy ki kell rágni magunkat a pillangóból először, és hogyha kirágtam, és ott ellendülök, és van tere annak a valaminek a hátamon kinyárni, sőt, egyébként lehet, hogy zuhanok, mert egy kis felhajtóerő is kell, és úgy fedezem fel, hogy lehet, hogy van szárnyam. Tehát, hogy a lényeg, hogy ebben a középső korszakban tapasztalunk, nagyon sokat tapasztalunk, és a tapasztalat által tanulunk arról, hogy ki nem vagyok. Ez rettentő izgalmas, hogy sokkal többet tanulok arról, hogy ki nem vagyok. Viszont, ami megmarad, az meg az igen. Tehát a sok-sok nem között ritka igenek vannak, nekem ez az élményem, és így tanulok arról, hogy így ki is vagyok, tehát mi nekem a dolgom, de nem tudok úgy rácsodálkozni, hogy én ez vagyok, hanem hogy a sok ellentétes tapasztalat. És aztán mindaz, amit így az önközpontúság korszakában, ami fontos, mind a három nagyon-nagyon értékes, és szerintem elkerülhetetlen. Tehát nekem az az élményem, hogy ez olyan, mint a gravitáció, és ezt nem kell nekem elfogadni, de azért én összefoglaltam ezt egy könyvbe, és így mindenki belátása szerint természetesen. De a megfelelés után, ugye a megfelelés által is a harcos arrogáns módon próbáltam megfelelni magamnak, sikert akartam a szüleimnek, az egyetem, a nem tudom, megfelelés volt az első. És aztán az önközpontúság, mert most köszönöm szépen, most csináltam eleget nekik, most akkor én. Most én jógázom, most én meditálok, most én tájgatyába megyek, bálba, mert mindenki le van. És akkor az volt. És akkor azt meg kellett csináljam. És tapasztaltam. Megtapasztaltam azt, hogy tájgatyába mégse jó ötlet bálba menni. Például konkrétan ott álltam a smokingok között, a vörös tájgatyámban. Nem jó ötlet, nem ajánlom. De meg kell megtapasztalni. Jó megtapasztalni. És így mind a két, tehát a megfelelés és az önközpontúság korszakában is vannak olyan tapasztalatok, ami én valóban vagyok. És vannak olyanok, amit nem. De meg kell tapasztaljam azt is, hogy én milyen mintával indultam, és mindazt, ez ugye a megfelelés, és aztán meg kell tapasztaljam mindazt, amit elfojtottam, amit nekem nem volt szabad. Amit én mindig is vágytam, de nem mertem.
És erről szól a második korszak, ugye, hogy megtapasztalni azt, ami engem foglalkoztat, amit én akarnék. És a harmadik korszak az meg akkor a kiállok azzal, amit találtam. És ugye ez nagyon konkrét. Nagyon konkrét, nekem ez a dolgom, ez az ügyem, ez a harcom, én ezt a kávézót, ezt az ügyet, az önfelvás országát, kinek mi. De hogy akkor nekem ez az ügyem. És én ebbe vagyok most. Tehát itt ezt látjátok, meg én ezt csinálom, hogy én ebbe belálltam, én építem ezt. És ott akkor ki kell állni, az önfelvállalás korszaka a három alfejezet, itt is van az együttesség, a közösség és az egység. Ezeknek én a legelején vagyok saját élményem szerint egyébként, tehát ez is egy gyakran mondom, hogy amitől én írogatok, azt én látom. Az nem azt jelenti, hogy én ott mind tartok. Tehát, hogy én itt tartok, ahol én itt állok, és a szemem meg oda ellát, de egyébként a János egy tetejéről meg 50-60-100 kilométereket el. Tehát, hogy azt látom, az ember úgy működik, hogy valamivel előrébb lát, mint ahol tart. Tehát, hogy nekem békén van azzal, hogy ezek így vannak egyébként. De tudom azt is, hogy nem tartok egyébként itt. Tehát, hogy így járok ezen az úton abszolút magam is. Csak most egy ilyen élményem. És mondom, nem úgy volt, hogy én ülök, és ezt a könyvet akarom megcsinálni. Annyit tudtam, hogy hernyom bárpillangó, hogy ezen belül vannak alfejezetek, azt mind e közben fejeztem fel magam is. És akkor, itt a lényeg, hogy élethelyzetek vannak, ezek állapotok, és ebből van 77. És ehhez ezek ilyen élethelyzet leírások, ami nekem is furcsa volt, hogy olyan, mintha én ott lennék, és az az ember lennék, és az volt az élményem, hogy ő így érzi most magát. És akkor ebből mindig írtam egy-másfél oldalt a pillanatnyi élethelyzethez, és aztán utána kerestem hozzá ilyen blogbejegyzéseket, amihez az kapcsolódik. Tehát a könyv úgy épül föl, hogy van ez a struktúra, és aztán ezekhez az élethelyzetekhez vannak azt kibontó ilyen blogbejegyzések, amik szerintem annak az élethelyzetnek, vagy pillanatnyi állapotnak ilyen jellegzetességei. Na, úgyhogy így lett ebből a könyv, és ez egyébként nekem az lenyűgöző, én nagyon rég csináltam ilyet, hogy én valamit tényleg így fizikai valójában elő akarok állítani. Tehát, hogy ez mennyire más, mint blogolgatni, amit az ember átírogat, amikor akar, vagy websájtokat építgetni, amit bármelyik nap meg. Tehát, hogy van egy határidő, van egy objektum, amit nem tudok változtatni, és a bekezdések kezdete, a behúzások több helyen így el vannak csúszva, és majd fölrobbanok rajta, de nem tudok rajta változtatni. És ez annyira, nekem legalábbis ez egy ilyen nagyon kemény alázat, meg iskola, hogy... De meg hogy mennyit el lehet azon szöszönni, milyen legyen a papír. De tényleg, milyen legyen a borító. És a legnagyobb kérdés nekem, amivel konkrét hetet töltöttem el, tehát egy egész hetet gondolkoztam ezen, hogy mi a szélesség és a magasság aránya egymáshoz. Mert mi? Mert hogyha az én maximalizmusommal ott állok, és akarok csinálni egy tökéletes könyvet, vagy legalábbis azt szerint, ahol én épp, amire én ma képes vagyok, akkor ott a tökéletes arányokat kéne megtaláljam. De mi a helyes arány? De tényleg? És így, ha valaki gyorsan megoldja, mondjátok, én végül az aranymetszés arányait találtam. Tehát, hogy az van, hogy 11-szer 17,8. De hogy ez mennyi munka? Tehát, hogy ez, na jó, ez így most így könnyű, én bemondom, de hogy ez mennyi munka? Na mindegy. Jó, tehát, hogy ez lett, és akkor így előállt a könyv. És akkor most egyszer így, itt voltam, hogy már így csinálom a könyvet, és így benne vagyok a könyvben. Tehát nem az van, hogy... Tehát én könyvet csinálok, és tudom azt a fejembe, hogy a könyv az így képvisel Lillát középen, ami a világkép, és milyen jó, van az együgyűek társaság, ami a közösség, és vannak ezek a játékterek, így 4-5-en. És aztán volt egy csapatépítés egy Dömsöd nevű helyen, ahova lejöttek nagyszerű barátaim és munkatársaim, és akkor gondolkodtunk ezen, és valahogy egyszer csak így áttört az a fogalom, hogy zarándoklat. Ez így valahogy ez így átlebegett. Ebben biztos része volt a résztvevőknek, meg egyébként én tavaly pont sétáltam Spanyolországba 1200 km, tehát egy friss élményem volt erről, hogy milyen is ez a zarándoklat. Akkor az 50 nap volt, és akkor így valahogy így, már egy ideje ezt dédelgettem, hogy kéne valahogy feladatok, meg valamilyen akadémia, tehát valamit kéne csinálni, de nem tudtam, hogy ez mi ez, amit én csinálni akarok, és így egyszer csak megvilágosodtam a tekintetbe, hogy hoppá, hát akkor lehetne valami olyat csinálni, ahol ementén, a világkép mentén feladatok vannak, de nem akárhogy, hanem sorrendben rendezve. Ami egy, ha tetszik, egy bejárási útvonal, különböző tapasztalatok egymás után rendezve. És akkor ebből lett az én akadémia. Mert hogy több mint könyvmutató, ezt ígértem, és akkor ez, miközben könyvet csináltam, így nekiláttam, hogy akkor nekiláttunk, ugye többek segítség, akkor így rakjuk össze ezt is, hogy ez mi is, és hogy is működik. És megszületett az az eszme, hogy itt van ez a könyv, és ennek van egy borítója,
És tulajdonképpen igazából eredetileg nem volt borítója, de aztán arra jutottam, hogy ha már így akadémia meg zarándoklat, akkor miért ne lehetne egy útlevél? És akkor arra gondoltam, hogy beteszek egy útlevelet, mint ez a spanyolországi zarándok útlevél, beteszek a könyvbe, és így fogjuk árulni, hogy benne van egy útlevél, és az útlevélben lehet pecséteket gyűjteni, hogy milyen feladatokat teljesített valaki, és ha az alapfeladatok már megvannak, akkor el lehet indulni a következő szintre, és ha az is megvan, akkor a harmadik szintre, tehát hogy játszunk ilyet együtt. Na de, akkor miért ne lehessen úgy, hogy minek rakok be még egy papírt, mert hát itt van a borító, és akkor arra jutottam, hogy hát tulajdonképpen egy ilyen borítót, ezt így nagyon egyszerűen így össze lehet hajtani. És ezt most csak egy összehajtom, ha már így magyarázom ezt, hogy össze lehet, mert hogy tényleg próbáljam meg, hogy tényleg össze lehet-e. De lemértük, meg kitaláltuk, meg be van a hajtás, be van jelölve, tehát hogy még így lámpalázáson is meg lehet csinálni, és szerintem mindenki könnyen boldogul vele hétköznapi állapotában. Na tehát, a lényeg, hogy ez így összehajtva, ez egy útlevél. Tehát a könyv borítója egy útlevél. És úgy van megcsinálva is, hogy ha még egy példát ide veszek, hogy ugye így egy borító, de ez a szimbólum, ez csak pont addig tart, hogy ő az útlevél hátulja egyébként. És rá van írva az elér, hogy az én útja. És belül meg, itt ezt megcsináltam itt is, hogy tehát ez maga a borító egyébként. És hogyha még egyet pattint, akkor így odébb megy. És akkor itt van egy ilyen útlevél. Tehát, hogy ez a fül, ami belül van, az útlevélnek az indulása. És ilyen rubrikák vannak ott, hogy név, cél. És így, itt rögtön meg lehet állni persze a célnál. Tehát, hogy az ami pillanatnyilag. Tehát én most így mi lelkesít, mit akarok elérni, mit érzek a következő állomásnak, miért indulok neki ennek az arándoklatnak. Ez a cél. A harmadik kérdés az a fogadalom. Fogadalomat azt értem, hogy mit áldozok. Azt tanultam az én saját utamon, hogy nincs eredmény áldozat nélkül. Tehát tetszik, nem tetszik. Tehát, hogy csak úgy nem megy. Hanem jó ezt átgondolni. Nem várom, hogy most egyáltalán nem várom, hogy bárki ezt elkezdje velünk játszani, de ha esetleg valaki játszana ilyet, akkor ezt így szabad átgondolni, meg érdemes, hogy mi az, amit én megteszek ezért, vagy mi az, amiről én lemondok ezért. Ami ugye a cél. Tehát, hogy mit teszek meg érte, vagy miről mondok le érte. Aztán a következő kérdés az a dátum, ugye értelemszerűen meg egy aláírás, hogy mikor indultam. És aztán alul vannak még további mezők, mert azt látom, hogy olyan ember, akinek hasonló tapasztalata van az érték, és ugye én ezt ebben a mini világban én serpának hívom, és akkor miért ne kapcsolódjunk, miért ne legyen ez része ennek a játéknak is, hogy válasz valakit, akinek lehet, hogy vannak számodra releváns tapasztalatai. Meg nyilván állj rendelkezésre. Ezek mind feladatok itt ezen az akadémián. Serpa csoport vagy csoportok, tehát hogy miben veszek részt veszek, nem veszek részt, férfi csoport vagy bármilyen más csoport, hova tartozom, tehát nem kell, de szabad. És ha igen, akkor fel lehet tüntetni. És vállalások. Vállalások úgy is, mint kik azok, akiknek én segítek, vagy mik azok a dolgok, projektek, csoportok, amiket én vezetek. De ugye a lényeg az a felső kérdések. Tehát hogy ez az útlevél, ez az egyik oldala. És a másik oldala ugyanennek, az meg ilyen rubrikák. Szóval, hogy van 50 ilyen hely így a másik oldalon belül, és akkor csináltunk ilyen bélyegzőket ezekkel a logókkal, meg feladatokkal, ha valaki valamit teljesített, akkor ezt be lehet pecsételni. Nem kell. De havonta vannak ilyen találkozók, ahol ilyet lehet játszani. Készült hozzá egy website, meglepő módon Én Akadémiának hívják, tehát énakadémia.net. És az Én Akadémia egy új emberekkel való kapcsolódáson alapuló tapasztalati iskola, ahol élmények által haladhatsz az úton, ezt mondja. Amolyan önismereti zarándoklat tehát, feladatokkal, szintekkel, társakkal, támogatókkal, sőt útleírás és útlevél is van. És akkor ez igazából csak egy weboldal tele feladatokkal. Tehát, hogy így hívlak titeket játszani. Nem kell. Könyvet olvasni is nagyszerű, és a könyvet sem olvastok is abszolút remek, de szerintem érdemes tapasztalni. És ezeket a tapasztalatokat én kivétel nélkül ajánlom. És nem csak a tapasztalatokat ajánlom, azokat az embereket is ajánlom, akikkel itt találkozhatsz. Ajánlom a vezetőket. Egytől egyig mind. Nagyon-nagyon klassz emberek. Én bízom bennük, nagyon jó emberek. És ajánlok mindenkit, akivel találkozhatsz itt, aki szintén eljön ilyet játszani. Mert szerintem, aki ezt a könyvet olvassa, vagy ilyet játszik, azokkal érdemes találkozni. Itt nektek érdemes egymással találkozni. Ezért vannak ezek a kártyák, hogy volt egy ilyen reményem, hogy egyszerűen csak itt szabad megszólítani egymást, és megnézni, hogy ki ő, mi lelkesít, mi az egy fogalom, amit felír. Lehet kapcsolni, nem kötelező, de lehet.
lesznek erre találkozók havonta egyszer, és akkor ezen az oldalon, a tartalomnál látszik, hogy feladatok, játékok, csoportok vannak. Tehát olyan feladat az, amit egyénileg én egyedül megcsinálhatok. Mert van olyan, hogy öltöz, van erről, hogy menj ki a temető, mindegy. Tehát, hogy egyedül megcsinálhatom, feladat. A játék az olyan játék, ahol van egy világos valami szabály, hogy ez hogy működik, de nem kell hozzá szakértelem. Tehát nem kell egy képesített csoportvezető, vagy semmi ilyesmi, ez egy játék, amit így játszhatunk együtt, mert activityzhetünk, vagy mindegy, mi lovagi torna néven is indítottunk egy játékot, azt most nem mesélem el, de hogy vannak játékok. A csoport pedig olyan, azok olyan, ami megint csoportban történik, de ott van valaki, akinek ebben nagyon sok tapasztalata van. Mert a női csoportnak van egy vezetője, aki most mondhatnám, hogy mi hitelesítjük, de inkább úgy mondom, hogy ismerjük, látjuk, bízunk benne, hogy ő valóban tud, neki valóban van tapasztalata, ami valóban lehet érték másoknak. Úgyhogy így van, vannak külön olyan dolgok, amik inkább férfiaknak szólnak, meg inkább nőknek, és vannak kurzusok is, Én Akadémia 1-2-3. Úgyhogy ezt így ajánlom szeretettel, és nincs itt vége, hanem arra jöttem rá, hogy ez jópofa, hogy nekem voltak ilyen ötleteim, hogy mit érdemes tapasztaljunk, de egyáltalán nem igaz, hogy csak nekem vannak. Tehát, hogy ez nem úgy indul, hogy ez a Jós Istvánféle játéktér, a Jós Istvánféle mindenfélék vannak benne, hanem egyáltalán nem így indul, és úgy indul, hogy ez egy platform. Tehát hívlak is benneteket, hogyha van olyan feladat, játék vagy csoport, ami ide illik, ami, és az illik alatt csak annyit értek, hogy te tudod saját tapasztalatból, hogy az értékes tapasztalás, és ezért te ajánlod másoknak, akkor annak itt van helye. Úgyhogy ide többeket már hívtunk személyesen, meg alakulnak ilyen ötletek, hogy kiknek milyen ötletei vannak, de a lényeg, ki akartam fejezni, hogy van tér ide beküldeni feladatokat, játékokat és csoportokat, hogyha szeretnétek. Én azt gondolom, hogy egyébként egyre több lesz. Ebben bízom. Na, úgyhogy ez az Én Akadémia. És az, hogy vannak mindenféle zenék valahol, vagy mindenféle mobil alkalmazások, az más, mint hogy ezen a platformon egyébként vannak ilyen ajánlott dolgok, amit így érdemes sorba végigcsinálni. És akkor erre összeraktam három ilyen feladatgyűjteményt, ha tetszik. Ebből az első a keresők, gyakorlók, hasznosulók. A keresők önállóan indulnak ennek neki, olyan jellegűek a feladatok. Itt a téma főleg a kapcsolódás, tehát a kihívás főleg a kapcsolódás, az eredmény az főleg közösség. Ez az egész, ez nyilvánosan látszik és ingyenes. Tehát ez így ott van az oldalon és bárki használhatja. A gyakorlók csoportban csinálják, ott önfelvás a fő téma, az irány a fő kérdés, hogy merre megyek, ott előfizetési díj van, tehát van díja ennek. És a hasznosulóknál ott meg személyes támogatás van, ott a szolgálat a fő téma, a hasznosulást próbáljuk megtalálni, hogy nekem ez az élményem, hogy hasznosulnom kell, tehát tudnom kell, hogy mi az érték, amit én hozzáteszek a világhoz. Lényeg, hogy ezek a feladatok, nincsen teljesen kész, azt szeretném még elmondani. Úgyhogy vár titeket, meg vár minden építő kritikát is szeretettel, és vár minden részvételt, mert tényleg én csak teret szerettem volna nyitni, teret nyitni annak, hogy legyenek feladatok, meg teret nyitni annak, hogy vannak nagyszerű emberek, akik tudnak nagyszerű feladatokat, és sokszor kihívás nekik, hogy ezt ők hol tegyék közzé, meg hogyan kérjenek érte pénzt. Ez egy érdekes probléma ilyen utoljárók meg keresők körében sokszor, hogy pénz, és hogy pénzt kérni. És szerintem ez igenis érték. Illetve van olyan, amit az ember igenis szívesen ad bárkinek csak úgy, és van olyan, ami meg úgy érzi, hogy fontos, hogy ez érték, és hogy ez ki is legyen egyenlítve, vagy ki is legyen fejezve. Ezért ez bárkinek, akinek egy ötlete van, és ő úgy érzi, hogy de egyébként ezért így akár szabadna pénzt kérni, mert ez egy jó dolog. Annak is én szeretnék ezzel segíteni, hogy itt ha szeretne valaki, akkor kérhet. Kicsit úgy kell elképzelni ezt, mint az okostelefonoknál, hogy az App Store vagy a Play Store, tehát a Google meg az Apple platformokon be lehet küldeni mobil alkalmazásokat. Ide meg be lehet küldeni ilyen önfejlesztő tapasztalatokat, meg játékokat. És aki, amit szeretne, azt használhatja, és az élmény gazda, aki beküldte, dönthet arról, hogy ezért kérsz pénzt, vagy nem kérsz pénzt. Úgyhogy ez így működik. És ezt játsszuk. Ja, és akkor igen, a könyvárait még nem mondtam, mert ha már pénz, de ezt talán láttátok már, tehát akkor a könyv az 4200 forintba kerül, és itt kapható, illetve ma három darabhoz még adunk ajándékba, és én azt gondolom, hogy nekem az egy óriási érték, meg megtiszteltés, hogy ti eljöttetek. Tehát, hogyha valaki itt ma szeretne, akkor adunk ajándékba. Másrészt meg én nem szeretném ezt a könyvet egyébként akciózni. Tehát, hogy én tudom, hogy mindenki mindent akciózva árul,
De én azt gondolom, hogy ez egy fontos tanulság, hogy így merni kell kiállni, merni kell megmutatni, és merni kell vállalni azt is, hogyha az ember szerint valami érték, szerintem ez az. Úgyhogy, és akkor ez itt lesz kapható. Írtam erről hosszabban, hogy viszont boltokban nem lesz kapható. Egy ilyen fura madár vagyok, hogy nehezítem a pályámat mindenütt, ahol csak tudom, hogy csinálok egy könyvet, és akkor nem lesz boltokban kapható. Ez egy ilyen logikus döntés talán. De azért nem, mert azt látom, hogy az én blogomon egy hónapban ilyen 30-40-50 ezer kattintás van. És amögött valódi emberek kell, hogy legyenek. Hát szóval nem gépek kattingatnak. És azt találtam ki, hogy ez lehet egy alkalom ezeknek az embereknek, akik ezt értik, akik erre nyitottak, akiket játszanak kapcsolódni, a könyv maga is. Én ezt szeretném. Ez lehet, hogy buta, vagy arrogáns, vagy elköltök nyomdára 1 millió forintot, és aztán utána nem adok el egyet sem, mert nem válik be. Nem tudom. Azt tudom, hogy én szeretném, és azt gondolom, hogy mert azt gondolom, hogy ezen az úton együtt lehet jobban haladni. És ha valakinek én viszek egy könyvet, fogok róla beszélni is. És akitől én kapok egy könyvet, ott sejthetem, hogy lehet, hogy vele érdemes beszélnem róla. És ezért én legkomolyabban hívlak titeket arra, hogy megint csak egy sokadik játék ötlet, amit nem kell velem játszani, de szerintem egy jó játék. Vinni másoknak. Vagy kézbe adni. Vagy olyat is csinálunk, hogy lesz olyan értékesítési pont, ahol nem lehet megvenni a könyvet, hanem csak átvenni lehet. És akkor lehet erre is jelentkezni, hogy te oda beülnél, és te csak találkozol azzal a vadidegennel, aki oda jön, hogy egy ilyen könyvet átvegyen tőled, és kapcsolódni. Nekem ez így ez a mantrám, ez a kapcsolódás, hogy egymásnál vannak a kulcsaink, egyszerűen nem megy egyedül. És azért én azt szeretném, hogy kapcsolódás által lehessen a könyvhez is csak hozzájutni. És a könyv is kapcsolódásról szól, mert a tartalma ez, és a játékok is kapcsolódásról szólnak, meg az én akadémia, ami a könyv köré épül. Tehát, hogy én így a kapcsolódás iskoláját, nem, ez se igaz, a kapcsolódás játszóterét indítom ezzel most el. Úgyhogy, ja igen, csináltam egy céget. Ez így az én életemben nagy dolog, hogy a tegnapi nappal kedden sikerült rohamba beadni, és aztán szerdára bejegyezték, vagy előtársasági form, mindegy lényeg, hogy lett egy együgyű Kft. És ez... Na, köszönöm! Na, hát jó van! Mert valahogy a bábba az embernek, vagy nekem ez a tapasztalatom, hogy megnehezik a viszonya a pénzzel, meg a kéréssel is. Meg az én értékemmel is, meg annak a felvállásával is, meg rendszerekkel, meg a világgal, meg számlázással, meg sok mindennel, és hogy ide vissza kell végül jönni. Tehát lehetek én sokáig ezoterikus, meg sokáig hihetem azt, hogy megvilágosodtam, de végül a való világgal kell kapcsolódjak. És a való világban vannak jó kitalált mechanizmusok, mint például a pénz. És nem az a megoldás, hogy én megtagadom a pénzt, mert én biciklivel egyébként Dunával szembe is boldog vagyok, vagy csinálok egy alternatív pénzt. A pénz az csak energia, a pénz az csak áramlik, a pénz pont olyan, mint a szeretet. A pénz csak az a kérdés, hogy mire használom. Tehát, hogy nincs azzal baj, a kérdés, hogy használja az ember. És most pontosan ezért érzem fontosnak, hogy én ezzel egy időben, hogy csináltam egy könyvet, indítom ezt az én akadémiát, kísérletet teszek arra, amilyen komolyan csak tudok, arra, hogy ezek jók legyenek, és arra, hogy egyébként ezt profin működtessem is. Nekem ez egy nagy mérföldkő, amit biztos nehéz érteni, de hogy én ezért ennek örülök, hogy ez is most így elkészült, és indul az együgyű Kft. Úgyhogy köszönöm szépen a türelmet, jó hosszan. Jó, és most épp ezt mutatom, de az én akadémiát én nem úgy értem, hogy ez a Jós István akadémiája, hanem úgy értem, hogy ez az én akadémiája, és az én az mindenkiben ott van. Az én az úgy is én, hogy a te éned jöhet és tapasztalhat itt, és úgy is én, hogy a te éned jöhet és beküldheti. Lehet instruktor, lehet serpa, lehet mentor, bármi lehet. Tehát, hogy ez az én, az ének az én akadémiája, mert nekem ez egy nagyon nagy tanulság, hogy végül nincs, végül az én van, tapasztalja magát, hogy nincsen más, és nálam nagyobbak megmondták, ami mindig mentegetőzöm, hogy ez nem egy vallásos üzenet, de tényleg nem egy vallásos üzenet, hanem csak egy meghaladhatatlan tanítás számomra, hogy ugye Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És én ezt szó szerint értem. Tehát én ezt így értem, hogy az én ezzel kiállni, annak a felvállalása, megmutatni, merni megmutatni azt, ha tetszik az Isten fiút, mindegy, hogy nevezem, nevezhetem a Buddha természetemnek, vagy Taónak, mindegy, minek nevezem.
nevezhetem az önzésemnek, nevezhetem az egómnak, az is ugyanaz. Merni kiállni azzal, aki én vagyok, az az út, az igazság és az élet mindannyiunk számára. Úgyhogy köszönöm, hogy jöttetek, és ennyit szerettem volna mondani.